Sziasztok, Gamerek! Én Fett vagyok, és köszöntök mindenkit itt a Factorio 1.0-a tutoriál videócsozat következő részében, ami nem is igazából tutoriál lesz, hanem ilyen tutoriál és mod bemutató fele-fele. Ugyanis szeretném bemutatni a Kirk McDonald-féle kalkulátort, és az ehhez uh, szorosan kapcsolódó max Rate kalkulátort, ami egy mod. Még a Kirk McDonald-féle uh, dolog egy webes felületű uh, kalkulátor. És szeretnék szót. Uh, emelni és szót, euh, hát terelni a modulokra és a sugárzókra is. Mi a szerepük? Miért fontos ezeket használni a későbbi fázisában a játéknak? És meg is forgatnám a videót, ugyanis szeretném ezzel kezdeni a sugárzókkal és a modulokkal. Bizonyára mindenki tudja, hogy háromféle modul létezik: a sebesség, hatékonyság és termelés növelő. Ezeket kék, zöld és narancs színnel látták el a készítők. Mindegyikből három rang van, egy, kettő, három. Kezdjük is a kékkel, a sebességmodullal. Hogy a neve is mondja, ez a sebességünket fogja növelni, 20, 30 és 50 százalékkal uh, rangonként, viszont emellett növekszik az energiafogyasztásunk is, 50, 60 illetve 70 százalékkal. Um, és tapasztalatom szerint ebből a kék sebességmodulból fogjuk használni a legtöbbet, ugyanis ez, ez, ez kell a sugárzókba, illetve hát ezt meg leginkább betelni a sugárzókba, illetve pár gép kivételével az összerülő gépbe is. ebből nagyon sokat kell majd legyártanunk, több ezret, de akár lehet, hogy tízezret is. nyilván attól függően, hogy mekkora méretűre szeretnénk a gyárunkat építeni. A következő a hatékonyság modul, ami e, a kék ellentétben csökkenti az energiafogyasztásunkat 30, 40, illetve 50 kal Ez lesz a legkevésbé használt modul, amit fogunk e, használni. És leginkább csak is bányagépekben, ott sem mindig, ez majd attól függ, hogy éppen mekkora az áramtermelésünk, van-e hiány, tudja a lépést tartani a sok berakott kék modulla, vagy sem, Úgyhogy ebből nem kell annyira sokat legyártanunk. A következő utolsó pedig a termelésnövelő. Ebből is ugye három rang van. Rangonként nő a energiafogyasztásunk ebben is, illetve a légszennyezésünk is. Viszont cserébe kapunk termelékenységi bónuszt, ami 4, 6, illetve 10 kal egyenértékű a három modulban. Tehát a rang 3-nál minden 10% tárgyat a gépben ingyen fogjuk megkapni, ami fantasztikusan jó, Gondoljunk csak arra, hogyha mondjuk bepakoljuk ezt a rakétasilóba, akkor minden tizedik um, rakéta alkatrészt ingyen jön, ami ugye tízzel kevesebb rakéta üzemanyag, tízel kevesebb uh, control unit, illetve uh, aerogél, tehát ez fantasztikusan jó. Viszont ez is csökkent sebességünket, 15%-kal uh, Rank 3 ami uh, összeadva négy darab uh, termelésnövő modult már 60%-kal csökkent egy darab gépben, ami viszont nem jó. Ezért célszerű körbepakolni a összeszerelő gépeket sugárzókkal és az abba pakolt kék ö, modulokkal. A sugárzó önmaga úgy működik, hogy ö, a most látható sárga mezőn belül lévő összes ö, gépnek, bányagépnek, igazából mindenféle entitének, ami ezt használja, ö, átadja a benne lévő sugárzó, vagy benne lévő modul tartalmát, vagy hatékonyságát. Tehát ö, Azért célszerű körbepakolni a gépet kék modulokkal és sugárzókkal, hogy kompenzáljuk azt a 60%-os uh, sebességcsökkenést. Uh, többféle sugárzó bíz létezik. Az egyik, ez a 12 uh, sugárzós, amikor ugye is 12 sugárzót pakolunk egyetlen egy gép köré. Uh, itt most lehet is látni, hogy egy sugárzó uh, 50%-kal több, uh, 50%-kal megnő a sebességét a gépnek. Ha ezt 12-szer megszózom, hogy akkor ez 600, és ennek a uh, gépnek a sebessége mínusz 60 úgy jön ki az 540 amit a tooltipben is látunk. Tehát ez egy fantasztikusan jó uh, dolog, sugárzatokkal a körp körpapakolni mindent. Létezik még egy másik uh, megoldás, amikor is nem 12, hanem 8 sugárzat használunk egy darab géphez. Az pedig úgy jön ki, hogy egy oldalon van 4, és a másik oldalon van 4. Ez pont uh, eléri az egy darab gépet. Használhatunk még 6, illetve 4 sugárzós bildet, ez nem annyira hatékony nyilván, és leginkább akkor kell, vagy szoktuk használni, hogyha nincs megfelelő hely, vagy manipulátorokat nem tudjuk elhelyezni, hogy beférjen a sugárzó. Azt hiszem, így van nekem most felépítve a rakéta üzemanyag. Tehát itt a vegyőüzemeket csak kettő darab sugárzó éri el, és szintén a gépeket csak kettő sugárzó érél, tehát ezt máshogy nem igen lehetett megoldani, csövek és manipulátok e hiány. Úgyhogy én is létezik, de a leginkább, amit fogunk használni, az neocf 12 buildes sugárzó. És e mi az, amit még el lehetne erről mondani? Rettentő e sok mennyiségű kék, illetve e piros áramkörre lesz szükségünk a modulok gyártásához, úgyhogy ebből nem árt fel e stockpile -olni de a sugar is, is, rengeteg alapanyag kell. Önmagában gyors, lassan is készül, ugye 15 másodperc a gyártás ideje, úgyhogy ebből sokat kell majd gyártanunk. És akkor ugorjunk is tovább a videó másik felére, amiben is a kalkulátorokkal szeretnék mindenkit megismertetni, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Tehát akkor kör megdonált félre kalkulátor, nincs más teendünk, csak nyitni egy böngészőt, amit azonnal meg is teszek és bejön a keresőbe ezt a Kirk, kirkmcdonald.github.io nevű webcímet és meg is nyílik a kalkulátor. Önmagában egy egész egész szép kis, kis felületet csinált a srác neki. Kezdjük mindenek előtt a beltásokkal van itt egy-két dolog, amit jóha tisztázunk és beállítunk a legelején. Az első az, hogy milyen játistusban játszunk, sima vanilla, vagy pedig a drága receptes uh, verzióban. Ezt mindenki saját maga állítsa be. A kolorséma schéma az az, hogy szeretnénk e megvakulni, <laughs> vagy sem, <laughs> fehér vagy, vagy fekete háttérrel. A következő az az, hogy uh, tárgy per másodperc, tárgy per perc, vagy tárgy per óra alapján szeretnénk a tárgyainkat uh, kiszámítani. Uh, Akármit is választunk, az itt fönt fog látszódni. Teszem azt, szeretnénk 20 tárgyat másodpercenként megkapni, akkor ezt állítjuk be, vagy pedig perc, és a többi. Én ezt szeretem tárgy per percen hagyni. A következő a ráta és gyártógép precízió Itt a tizedes számokat tudjuk változtatni, amit mindjárt meg is mondhatok. Tehát, hogyha a, rét, a ráta precízió az 3-as, akkor itt mindenféle folyadéknál, vagy a, ami nem teljes számnál, 3-as tizedeseket fog hagyni míg a gyáraknál, ha egyes van, akkor pedig uh, a szalagok, illetve a gyártó gépek száma lesz egy tizedessel uh, megjelölve. Ha szállítható mondjuk kettesre, akkor most már tizedesre fogja uh, kérni, hogy pontosan mennyi gép kell a adott elkészítéshez. A következő be tudjuk állítani azt, hogy mi legyen a minimum uh, gép, amiben szeretnénk, amivel szeretnénk kalkulálni. Nyilván azt, ami a legnagyobb uh, technológiai uh, van nekünk meg. Ugyanezt kemencével, üzemanyaggal, olajfeldolgozással. Itt lehet alap és fejlett, illetve széncsebb folytatás is kiválasztani, bár ez szerint esetek 90%-ában fejlett olaj lesz. Szeretnénk a használni, illetve hogy milyen szalaggal szeretnénk szállítani. A minimum cső hosszúság az alapesetben 17, ugyanis 17 cső hosszúságnyi az optimális távolság arra, hogy a folyadék a csőben vagy hát gond nélkül tovább menjen, ugyanis hogyha ennél hosszabb, akkor már a szivattyúkat kell, vagy kellene implementálni. Tehát minimum 17-es cső hosszúsággal számol a kalkulátor, ami teljesen jó. A plusz termelékenységi bónusz, ez akkor fog érdekes lenni, ha már lőttünk ki a kitát, és érkezik az űrcsomag, csomag, és elkezdtünk ugye a végtelen termelékenységet kikutatni. Itt tudjuk beadni azt, hogy éppen mennyi, hány százalékos a termelékenységünk, vagy, vagy hol tartunk. A következő az alapértelmezett modul, amit be tudunk vagy kék, vagy zöld, vagy narancssárgára, ezt állítsuk be most kékre. Illetve a alapértelmezett sugárzó szintén uh, modult tudunk beállítani. És itt pedig azt kell megadnunk, nem azt, hogy egy modulban uh, vagy egy békőmben hány uh, modult szeretnénk beletenni, hanem azt, hogy hány sugárzót uh, fogunk használni. Lehet kicsit bonyolultan hangzik, majd a idáig akkor itt, itt értelmet fog nyerni ezt állítsuk be, maradjon nulla, itt csak a beacon-t állítsuk be, és nem mindenhol ugyanazt a, a layoutot fogjuk használni. Következő az, hogy topológiai vagy ABC sorrendben jelenjenek meg a nyersanyagok, ez igazából egyéni preferencia, mint, pedig az is, hogy tizedes vagy pedig tört számokkal jelenjenek meg a, a, a gépek, illetve a szalagok. Ez érdemes a, decimálisra hagyni. És a ugorjunk is mind maga a kalkulátor érdemi részéhez, ami abból áll, egy fölül kezdődik, hogy kiválasztjuk a számunkra a szükséges tárgyat, mint szeretnénk lekraftolni. Maradjon akkor a piros áramkör, pedig azt is betűkáltani, hogy hány gyára szeretnénk annyit piros áramkör gyártani, vagy pedig mennyi legyen a percenkénti termelékenység. Legyen mondjuk, legyen mondjuk ezer. Kieadja a kalkulátort hogy összesen 26,7 gépre van szükségünk. Megadja azt, hogy mennyi legyen a hozzá szükséges, hogy mennyi alkatrész kell hozzá, 2000 zöld áramkör, 2000 vaslemez, akkor ahhoz 2000 érc, 2000 műanyag kell hozzá, akkor a műanyaghoz kell 1000 szén. 20.000 petróleum, ennyi könnyű, olaj, ennyi nehéz olaj víz, olaj, stb. Tehát ez egy teljesen jó lebontás ad arra, hogy mire van szükségünk. Egy pillanatra ugorjunk ide át a, a, vizualizációs fülre, és itt egy egész jó kis diagramot kapunk arról, hogy pontosan mi a menete a tárgyártásnak, illetve hogyan kapjuk meg, mit tudunk hogyan felhasználni. Igen, igen csak hasznos funkció vannak, akik, akik, vizuálisak, és így jobban akik elképzelni. képzelni. Két dolgot kell még itt megemlíteni. Az egyik az, ugye most beletállítva alapértevezetként a kék modul, de mi volt, ha nem ezt szeretnénk használni a gépekben, pláne, akkor ki kell választanunk a megfelelő modult, a nyillal rákatintva behelytésíti a modult, de hogyha nem szeretnénk mind a három vagy négy helyre ezt tenni, akkor meg tudjuk adni azt, hogy de mondjuk kéket szeretnénk, tehát két kék, két narancsárga és a többi. Valamint a másik az, hogy hány sugárzót szeretnénk használni. Ugye a beaconbe szinte mindig kéket fogunk tenni, <kül> és akkor itt például itt tudjuk azt megadni, hogy hány modult szeretnénk beletenni, vagy hány modult szeretnénk kalkulálni a sugárzókban, ha mondjuk egy 12-es sugárzós billet használunk, akkor itt a modulok száma 24 lesz. Ha a bányagépeknél teszem azt, használunk egy 16, pontosabban 8 békönös lejátot, akkor a 16 modult fogunk használni. Tehát itt az összmodul számot kell magadni, nem azt, hogy, hogy hány beaconnel szeretnénk dolgozni. Remélem ez így, ez egy érthető. És akkor innentől tényleg már csak az van hátra, hogy beállítsuk azt, amit be kell. Nevezetesen az, hogy gépekbe ilyen modul kerüljön, akkor ehhez a, a géphez szintén 12 uh, békony sugárzós lejátot fogunk használni. És akkor megadja a kalkulátor, hogy ahhoz, hogy a 1428 uh, zöld áramkört legyártsuk egy perc alatt, ahhoz kell 1,1 um, összeszerelőgép. Viszont szóval, hogy ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ahhoz kell nyilván um, rész kábel is. Hogyha ezt is beállítjuk, nagyon áramkörre, és teszem azt szintén 24 ö, modulos layoutra akkor ide 2,3 összeszerelő gép kell, hogy ellássa a zöld áramkölt részkábellel. Tehát így működik ö, maga ez a kalkulátor. Fantasztikusan jó. Tehát, hogyha nem is piros áramkör, de mondjuk ö, endgame fele haladunk, és szeretnénk szintén 1000, de mondjuk zöld, áram, ö, zöld tudományos csomagot gyártani, akkor megadja azt a kalkulátor, hogy miből mennyit kell és milyen rátával előállítani. Lehet ezt bonyolítani, ha mondjuk szeretnénk ezer piros, ezer zöld, és mondjuk ezer sárga tudományos csomagot előteni, akkor összesen beírja az nekünk a kalkulátorba, hogy összesen az 3000 tudományos csomaghoz mire van szükségünk. Összesen mondjuk vegyük pécezzük ki a, a fogaskereket, összesen 2833 fogaskerékre van szükségünk, ahhoz pedig ha ezt is beállítjuk, mondjuk egy 16-os modulsorra, akkor 3,1 fogja nekünk összeszerelni a 2833 fogaskereket. Valószínűleg a piros és a sárga, a piros és a zöld a tudományos csomaghoz. Hát ez a kalkulátor egy, egy fantasztikusan jó uh, dolog azoknak a számára, akik szeretnék a legtöbbet kifacsarni a bildekből és, és uh, maximális hatékonysággal futtatni mindent. És akkor ezzel a uh, gondolatmenettel tovább is kanyarodunk vissza a játékba a Max Rate Kalkulátor nevű uh, modhoz, amit uh, vagy itt a tooltipen, illetve a toolbelten találunk meg, vagy pedig Ctrl-N megnyomásával tudjuk előhívni. És uh, azt csinálja ez a mód, ha kijelölünk vele egy bizonyos mennyiségű gépet, vagy akár egy egész rengeteg gépet, akkor megadja azt, hogy miből mennyit kell percenként, vagy másodpercenként, vagy következő beltárs az, hogy mondjuk express futószalaggal bevinni az adott gépbe, ahhoz, hogy megkapjuk a szintén adott outputot. Tehát most ugye ez a gépet nekem kiválasztva akkor megadta a mód nekem, hogy 480 részlemel, 120 műanyag és 48 acélremezlem a szükségem ahhoz, hogy lekaraftoljak 33 alerogélt egy perc alatt. Fontos megegyezni, hogy ez a kalkulátor ö, beleszámítja a sugárzókat és a modulokat is a termelésbe, így számoltak ki a 33-at percenként. Ha nem lenne hozzáadva semmi, csak mondjuk ez a négy darab modul benne a gépben, akkor 2,1 avárogillet uh, elmennék percenként, ami rettentő rossz és nagyon lassú. Viszont ugye nyilván a uh, input is uh, kevesebb, tehát 37,5 és 3 a hozzávetőleges darabszám. Tehát ezzel a Maxél kalkulátorral egész komoly uh, bildeket tudunk úgy kiszámolni, hogy uh, hozzátársítsuk a körmagdonát féle kalkulátorban talált uh, számokhoz. Például ugye most ott az ezer uh, tudományos csomagnál azt írta nekem, hogy kell uh, ezer darab aer aerogél. Azt, ha minden igaz, és uh, jól van beállítva a modul, akkor 29,8 darab uh, gépből kapnám meg. Jelen pillanatban itt nekem most három darab ilyen uh, bildem van, ezt én nem kiveszem. Tehát a kijelölöm az összes három darab uh, gépsort, akkor megkapjuk azt, hogy én összesen percenként 2016 aerogél termelek, és ehhez 25800 részlemez, ennyi és ennyi műanyag és acéllemez szükséges. Tehát ez egy, ez egy rettentő jó kombinációja a kettő kalkulátornak. Úgyhogy én csak javasolni tudom, hogy aki komolyan gondolkodik meg a bázis építésben, és tényleg szeretne hatékonyan építeni, akkor ezt a két dolgot használja tényleg rendszeresen, és nagyon hasznos. Azt hiszem, hogy amit szerettem volna, azt elmondtam ezzel a három dolog kapcsolatban. Remélem mindenki élvezte a videót, volt benne hasznos információ. Ha hívott, akkor lehet, a subscribe-ot, találkozunk a következő videóban. Amire per pillanat még nincsen témám, úgyhogy várom a, a szíves téma De valamit ki fogok találni, az biztos. Úgyhogy uh, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!